Berla, maga biztosan az övé. Aztán Fortes, neki megy Lovric, Fortes neki megy Batiknak, aztán hoppá, ott egy picit elgurult, azért Kvaka gyógyszere ez nem volt benne, Uzomának is neki megy, nagyon bután és felelőtlenül viselkedik, és óha, a játékvezetőt is megdobják egy gránáttal. Hunter is a földön, és most teljesen elszabadulnak az indulatok. Ez egy nagyon csúnya lezárása ennek a mérkőzésnek. Nyilván még hátra vannak majd a büntetők, de mennyi lesz még a ráadás? Lehet, hogy majd a negyedik játékvezetőnek be kell állnia, és hát felügyelnie a büntető rúgásokat. Megint a mentőautó a pályán. Úgy tűnik, hogy ez már állandó kelléke ennek a meccsnek. Valószínűleg ott robbanhatott fel Hunter mellett ez a hanggránát, és azért néz ki ennyire rosszul a játékvezető. Ezt most nem ismétlik meg a román kollégák. Hát kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán milyen döntés születik majd így, hogy a játékvezető úgy tűnik,